Bukott angyal. Ha meggyújtod a törő között, szétlövöm a fejed. Dobd el azt a rohagyufát! Hallgatnak ki, hogy összezavarjanak. Én azt mondom, fegyvere volt. Én benne vagyok. Van egy lerobbant stukkerem. Én is ezt tenném. Igazat is mondhatnék. Nem. A stukker jó. Igen. A francba. Vajon én mit érzek? Mire célzol? Én mondtam, hogy dobja a gyufát. Faggatózni fognak. Franc! Nézze! Mindenki fel van dobva, hogy elkaptuk. Nem lesz semmi gubanc. Az embereknek rövid az esze. Még emlékszem a tegnapi sörre. Már annyi nem lesz elég. Gyerünk, ígyünk valamit. Gyere. Aztán a pasi rájött, hogy a csöves, amit elkapott, végig a saját hányadékában csücsült. Stop. Ez itt nem dupla. Na jó, csak hozzon nekem egy dupla-duplát. Köszönöm. Ez a harmadik. Jó lenne, ha tudnék aludni. Alszom, mint a holtak. És mi volt az a graffiti a helyszínen? Mi a frász tűrött fele, Banks? Elkaptuk a tettest. Biztos, hogy ő csinálta? Nem már Banks. Nem akadékoskodni akar. Dehogy nem. A graffitit vörös festékkel kenték fel. A manusnak 3 kannányi volt tarcsiban. Én játszom az ördög ügyvédjét. Nagyon közvetettnek tűnök. A fickó 2 hétig cserkészte be Pam Morrisont. Ő még a rendőrséget is kihívatta rá. Banks, mit akarsz szivakodni? Biztosra akarok menni. Már behoztuk volt a Fizzburn gyilkosság ügyében több mint 1 éve. Amit ő követett el. Viszont megúszta. Banks,
Hány emberrel végzett? Kettővel? Talán többen? Annyiról tudunk. De Penn Morrison más volt. Őt nem rejtette el. Gondoljátok meg. Kicsit eljátszott a festékkel. A másik két ügyben nem így csinálta. A folyóba dobta őket. És simán megúszta. Hé, hey, boldog lennék, ha megsütnék. Én végeztem. Hello? Kevin atya? Palmer felügyelő. Mintha láttunk volna ilyen. Igen. Jól mellé fogtunk. A Szent Rita organistája 4 órája történt. Itt? Nem valószínű. Küzdelemnek semmi jele. A tettes igazán művészi hajlamokat árult el. Kijelentette be. Az egyik biztonsági őr. A földszinten hallgatják ki. Fényt látott a raktárban és betolt. Szóval máshol ölte meg. Visszahozta ide és így rendezte el. Mindez 4 óra alatt, ha Doki nem téved. Biztos, hogy a módszere ugyanaz volt. A hajszára ugyanaz, mint Penn Morrisonnál. Ugyanaz a környezet, ugyanaz a graffiti, már nem lehet félvárról venni. Az elmúlt 4 órában. Míg Brian volt, lőcsebbel a lábán ápolták a kórházban. Azért még benne lehetett. Nincs jobb alibi annál, mint ha előzőleg lábon lő egy zsaru. Szóval holnap szabadlábra fogják helyezni. És nyomban panaszt emel ellened a lövés miatt. És a fegyverviselés? Billy, tudják, hogy te csempészt ad oda. Ugyanúgy halt meg? Elkábítva és halálra verve. Nemi erőszak nincs? Nincs. Penn Morrisonnál se volt semmi szex. Ó, nézd ezt az oltárt. Ha nem szexre, akkor vallásra utal. Áldozati bárány. És a balisztika?
Nuku, se új lenyomat, se semmi. Egy profin végrehajtott emberről is. Nem kégyilkos. De mindkettőnő, van valami közös bennük, úgy értem, ismerhették egymást. Még nem tudom, de mindketten egy templomba jártak, a Szent Ritába. Brian Wall is ott volt gondnok, így aztán... Akadt egy bűntársa. Ez egy sorozatgyilkos. Banks, ez meg mi a frász? És ne fesse nekünk az ördögöt a falra. A szödik még küldenek egy szaftos szakértőt. Már megtették. Te jó Isten. Megszegte az egyik parancsolatot. Brian atya vagyok. Nézze, atyám, én komolyan veszem, ha megkínoznak és megölnek valakit. Akkor hagyjuk a csevegést. Tudja, hogy ez az írás mit jelent? Ez egy ékírás. Ékírás? A világ legelső írott nyelve. Már több mint 5000 éve fejlesztették ki a sumérok. Később átvették az akkádok, a babilóniaiak, a mai ABC ebből jött létre. Ez mintha Babilon verzió lenne. Mit jelenthet? Az a szimbólum a nap kezdetét jelenti, a hajnalt. Ez a szimbólum itt a másnap. Ez a jel a közepén a halál jele. Úgy vélem, a tettes azt akarja tudtunkra adni, hogy minden 24 órában megöl valakit. Üdv a csapatban, atyám. Tudják, ami furcsa, hogy a nő papja, Kevin atya, a világ egyik legelismertebb ékírás szakértője. Már is utána nézünk. Julian, szólj a Spiclinek. Jól van. Banks, mutasd meg az atyának a Morrison gyilkosság képeit, az ékírást. Jó, elintézem, de te mit csinálsz? Jól van. Nagy lófaszt, vigyél haza. Rendben. Te istender, te rendőr picsa! Hiába akartad rám verni a balhét, most aztán mehetsz vissza dolgozni! Jó, azért figyellek. Hé, nem jöhet a közelébe. Maradjon távol az ügyfelentől. Nem félszélj el! Most nincs semmi más dolgom, ha fáj, mindig rád gondolok. Gyere és kapj el! Jöjjön már, maga sem mehet a közelébe. Nyomás! Nyitva hagyom az ajtót, jó? Csúnyán kidekorálom még a fejed! Ha bejössz az ajtón, nem lesz lábad. De nem érem be ennyivel. Bűz lesz, mint egy disznó. A helyi árvaházban nőttem fel. A kultúra simán leperget rólam. Az a baj, hogy egy hónapja nem fürödtél, és vigyázz a szádra. Van egy jó hely a parkban. Csupa baci. Ennél sokkal jobban kéne adnod magadra, haver. Ha nem lennék rászorulva, nem segítenék. Na figyelj, nem ő az emberünk. Ryan Wall egy tébolyó gyilkos, egy szemétláda. Igen, igen, egy rohadék, aki a tűzzel játszik, de nem ő ölte meg Morrisont. Wall ölt és megúszta. Akkor is te küldtél a fickó nyomába. Ezzel mindent elkúrtál. Ha elbasztáltok, neked rám. És a gyilkos megint ölt. Igen. Míg a másik sittem volt. Ez kurva nagy szívás, nem? A gyilkos raktárakban állítja ki az áldozatait. Raktárakban? Igen. Tudsz róla valamit? A West Side-ra menj. Mit tudsz? Ott néz körül ez a pletyka. De honnan tudod? Az utcai csávóknak néha perkál valaki. Kiknek? A magamfajtáknak, akiknek jól jön a lé. Törj be egy raktárba, szimatolt körül, meg ilyesmék. Ki? Ki fizet ilyen szarokért? Nem mondom meg, ahogy én se kötöm az orradra, kik azok. Hajléktalannak lenni is durva. Nem hiányzik pár ellenség. Várj, azt mondod, hogy fizetnek a csöveseknek, hogy elvigyék a hullákat?
A francot, én nem mondtam ilyet. Akkor mit mondtál? Azt mondtam, menj a Westside-ra. Szörnyen kiborult, de igyekszem megnyugtatni. Kösz, Margaret. Ismerik egymást? Billy, ez itt Margaret. Ő itt Kevin atya füle, én már 5 esztendeje. A templom titkára vagyok, erre. A lány tegnap este itt volt. Sokáig gyakorolt. Meddig? 7-kor mentem el, még itt volt. Más is volt itt? Csak Kevin atya, de ő süket, nem tudná, mikor ment el. Van más ajtó is ezen kívül? Csak az, a parkoló felé. Értem. Itt kapta el. Ilyen biztos benne? Itt járt. Tisztán érzem. A lány kijött a kocsiához, ami most is itt parkol. Kikapja a mobilját, ahogy a rendőrséget hívja, de megbotlik a kukában. Az új lenyomatai rajta lesznek a mobilon. Itt Palmer, azonnal küldjék a helyszínelőket a Szent Rita templom parkolójába. Szörnyű, hogy bármi megesett. Nem volt itt 7 után? Senki se hallott semmit. Senki se volt itt a süket papon kívül. Csak a szomszédok, őket már megkérdeztem. Ki maga? Ön itt volt? Elnézést, ő Tadeusz atya, ő biztos itt volt. Hallott valamit? Nem beszél. Az egyik nem hall, a másik nem szól, Franco. Biztosíthatom, rossz helyen keresgél. Meg kell értenie valamit, Margaret. Nem sokat adhatok az ön szavára. De itt nem történhetett. A Szent Ritában. Ez az. Íme ezek a nyitószavai a genezáreti szertartásnak. Egy atya elsőszülöttjét áldozná Urukiánnak. Én Bálnak adom első fiamat a segítségéért. És ez? Naponta egy áldozat 20 napon keresztül. Atyám, elejtett valami pénzt. Süket, csak is szájból olvas. Tudja, meg kellett bizonyosodnom róla. Itt van. Ezt kézbe is vehetik, pontos másolat. Igen, ez az. A Genezáret. Bálványozták Urukiánt. Így hívták az ördögöt, mielőtt elnevezték volna Lucifernek. Mózes sereget küldött Genezáret elpusztítására. Isten parancsára. Az agyaktáblákat a léviták gondjaira bízták. A genezáreti szertartásra úgy 100-szor került sor 4000 év alatt. Amint a szertartás elkezdődik, minden nap áldozatot kell bemutatni, míg a végére nem érnek. Az áldozat legyen nyilvános. Mi a szertartás célja? Ha 20 áldozatot mutat be a szertartás során, örökké uralkodni fog a pokolban Urukián oldalán. 20-at? Gyorsan történik meg, és folyamatosan, nappal, éjjel. És nincs megállás, majd 3 héten át. Atyám, hol volt az elmúlt 24 órában? Itt! Nézze, nem hiszem, hogy ön lenne a tettes, de azt igen, hogy veszélyben lehet az élete. Hiszen minden jel maga felé mutat, nem igaz? Egy nyelvet beszél a gyilkossal, aki a gyülekezet tagjait öli. Van még valami, amit elmondhatna? Nem fedhetem fel a gyónási titkot. Tehát valami, amit gyónáskor hallott, kapcsolatban áll az üggyel?
Nem tehetem. Nem állíthatná le a gyilkolást? Ez nem a maga dolga! Atyám, én sajnálom. Tehát két üzenetet hagyott. Az apa a fiát ajánlja bának. Napi egy embert áldoz fel 20 napon át, és ez még 18 gyilkosság kitervelve. Feltehetőleg minden nap egy. Nézzék, Lafayette-ben volt egy ügy, bosszút álltak egy jezsuita papon. A gyilkos, egy minisztráns gyerek, úgy követte el a tettét, hogy Loyolai Szent Ignác vadlátomásait vette alapul. Megölte a templom összes előjáróját, mindben egy-egy víziót valósítva meg. Szóval megfigyeltük a papot. Mikor jött a gyilkos, elkaptuk. Ez meg mi a frászt keres itt? Kérdéseket szeretne föltenni neked. Zilinski nyomozót jelölték ki a Morrison vizsgálatra. Brian Wall pert indított. Mindjárt mehetünk a BR-re. Holnap. Gyerünk, fiúk! Hullákat kell zsákolni! Napi egyet! Mi folyik itt? Kérem, folytassa. Palmer nyomozó, pár kérdésem lenne önhöz. Később. Olyasmit csinálunk, aminek maguk még a hírét sem hallották. Úgy hívják munka. Atyám, kérem, folytassa. Éppen azt mondtam, hogy talán egy fehér embert keresünk nehéz gyerekkorral, egy katolikust, aki hajdanán a Szent Ritába járt. Vagy egy gondnokot? Már megint Brian Wall-al jössz? Még mindig ő a legfőbb gyanúsított. Megdönthetetlen alibivel, amit éppen te szolgáltattál neki. Banks, ő volt a gondnok a Szent Ritában, és ez a nyomozás során derült ki, ugye? Rajta maradok. Billy, őt sose kaphatod el. Talán ő követte el az elsőt, és a másodikban már bűntársa volt. Vagy ő követte el az elsőt, és a másik kopírkutya volt. Sejtelmünk sincs, hogy mivel állunk szemben. Szerintem benne van, és rajta maradok. Jól van, ráállítom az egyik emberem. Jó, tegyetek ki magatokért. Küldj valakit a templomba, valakit a paplakra. Julian, mit mond a spicli? Azt mondta, a West Side-on kereshetjük a következő helyszínt. Oké, nem mondta, hogy honnan származik ez az információ? Utcai pletyka, tudod? Jó, csak maradj rajta. Már tele van a tököm. Állandóan, ahányszor találkozom a pasival, mindig arról nyafog, hogy az árvaházban nőtt fel. Nem nehéz a Westside-i raktárakra összpontosítani. Csak az a gond, hogy ahányszor kinéz magának egy újabb raktárt, kinyír egy keresztényt. Akkor hozz valami jobbat. Lemond, ott vagy? Van valami? Csak egy csomó. Vettem. Szóval, te soha? Mit soha? Tudod, a társadban. Ki kérdi? Csigavé, csak kíváncsi lennék rá. Csak fedeztem, oké? Azt olvastam, mert ő a társam. Nem annyira a társam, sokkal inkább a főnök. Fedeztem a hátát, és... Nincs semmi gáz. Csak kíváncsi voltam is ennyi. Miért? Ennyire untat a Mellow Banks. A személyi aktája nyilván tele van. Kinek van ideje magánéletre? Ott van neki a húga meg minden. Bajod van a húgával? Dehogy. Mi van vele? Mint mondtam, ki kérdezi? Francba, kávé az őrbe, óriási. Banks, Brian Wall meglógott. Eredj és kerítsd elő minél előbb. Jó volt dumálni veled. Na persze, Banks. Nagy vajás. Jó, ki van otthon? Tadeusz testvér meg a siket pap. Senki se jött, senki se ment. Most kivéve téged.
Gyerünk, menj. Sit. Tutira? Persze. Egész nap mondom, hogy menj aludni. Legalább te pihenj. Jó, hívja van valami. Talán. Semmi talán, csörög rám. És jövök. Méterre voltunk tőle. A templom és a parókia alaprajzát szeretném. Minek? Valaki megölte őt és kijutott, míg én egész idő alatt kint voltam. Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Megtaláltad Brian volt? Nem. Látod, hogy megy ez? Elveszítjük és embertől. Atyám, halljuk, mi ez itt? Ó, ez pásztort jelent. És ezt itt nem ismerem. Pásztor. Ki a pásztor, az atya? Meg kell szorongatnunk, van elég ellensége. Jó, de ne túl keményen, rosszul érinteni. Én is kezdek bepöccenni. Maga mellette áll? Hm? Ha ki akar játszani, higgy el, kurvára ráfarag. Jézusom, Billy! Reggelt. Te soha nem hordasz farmert? Jó reggelt. Kaphatok pénzt fodrászra? Ha lenne zseppénzem, nem kéne kunyíznom. Nincs idétlen frizura. Se zseppénz, se tetkók. És nincs több piercing. Összekentett fekete rúzsal a pohár szélét. Muszáj ilyen szarral mázolni a szádat. Mi bajod? Ma többször is kihallgatnak a belső ügyosztályról. Mit fogsz tenni? Hazudok. A nővéredről megint írtak a lap. Nem akarok beszélni róla. Elnézést! A rendőrnő itt lakik? Maga a húga? Nézze, miattam nem kell aggódni. A nővére kapta el, aki ezt tette velem. Látom, mit írnak róla az újságokban, és hányni tudnék. Mármint ő tényleg jó ember. Kösz. Rettentő nagy... Nyomás éri. Igen. És most hová készülnek? Suliba. Ja. Ismerik azt a bandát, hogy Metallica? Hát persze, ki nem. Nos, nem sokan tudják, de ma este koncertet adnak az Astarte nevű klubban, Oklahoma. Komolyan? Jöjjenek oda estére, mindkettőjüket beviszem. Ez a legkevesebb. Jól van. Egy Babylon domborműről való. Azt írja, a pásztor nyája halódik. Ön a pásztor. Tudom. Most sem mond semmit. Jól van. Szóval ön itt volt. Igen, ebben a székben, épp itt. Jó, és hol volt Tadeusz testvér? Tadeusz testvér szobája itt van. És magukon kívül senki nem volt a házban. Mikor látta utoljára Tadeusz testvért? A vacsoránál. Mondott valamit a vacsoránál?
Nem, de hogy. Tadeusz testvér hallgatási fogadalmat tett. E-mailben kommunikáltunk. Megvan az utolsó e-mail, amit Tadeusztól kapott? Béli, ez egy jó ember. Amíg nem tudom, ki más volt itt, csak is ő marad nekünk. Tessék. Tadeusz testvér utolsó e-mailje. Jó, rendben. Akad bármilyen egyéb be vagy kijárat ebben a templomban? Nem. Négy emberen figyelte a parókiát, könnyű szemmel tartani. Láttak minden bejáratot. Maga sosem hazudna nekem, ugye? Bocsássanak meg. Hirtelen szörnyen kimerültem. Ugorj át a bíróságra, és nézz át mindent Kevin atyáról és a Szentritáról. Ha valaki be akarta perelni őt, vagy a templomot, feljelentette, mindenféle rendőrségi ügyről tudni akarok. Pince? Biztos nem akarsz randizni velem szombaton? Ne szórakozz, Banks! És hol van Julian? Hazaküldtem, hogy aludja ki magát. Uh-huh. Ó, zárva, vissza kell mennem a kulcsért. Á, ne fáradj, van célszerszám. Ez az a fajta stikli, amiről megígérted, hogy nem csinálod? Itt az idő is lényeges szerepet játszik. Itt van valami. Hűha. Tehát megvan Tadeusz testvér kulcsa a borpincéhez. Ez az. Itt történt a támadás. Kulcsa nyitotta ki az ajtót. Majd a kulcs itt maradt. Hogy zárta be az ajtót? Nem tudom. Tadeusz testvér nyilván lejött inni egyet, és egy üveget csóztak a nyakába. A halott kém is ezt mondja. Az emberünk tudta, hogy itt lesz, és már lesben állt. Hé, gyere! Ide nézz. Itt hagyta a névjegyét. Tudta, hogy mi is felbukkanunk. Talán Kevin atyának hagyta. Hogy ment ki a pasas? Pasasnak nevezed. De mi van, ha egy nőt keresünk? Miből gondolod, hogy egy nő képes lenne ilyesmit csinálni? Láttalak akció közben, emlékszel? Nem. Egy nő levetkőztette volna a szerzetest. A nőket ellenben soha. Ez egy férfi műve. Várj, gyere! Találtam valamit. Jól van. Már tudjuk, hogy nyert egérutat. Alaposabban kell figyelnünk a templomot. Igen? Hoppá! Már is megyünk. Szép munka, Sherlock. Bejött. 10 éve eltiltottak egy Fred Rollins nevű fickót Kevin atyától. Érdekes. 3 bukta. 1 betörés, 2 drogbirtoklás. Nem ítélték el. Nem is illeszkedhetne jobban a profilba. A templomban nőtt fel. Ott minisztrált. Aztán érdekelni kezdték a szekták. Kevin atya kiközösítette, erre nyilvánosan bosszúval fenyegette. Semmi erőszak? Nálunk nincs. És a szöviknél? Jól van, lássuk csak. Fred Rollins hivatalosan kurátára változtatta a nevét. Csupán ennyi. Az Astarte Club tulajdonosa. Ismert bűntársa Brian Wall. Akit még mindig nem találtál meg. Megyek már, Billy. Ezt a tett színhelyén találtuk, a szimbólumot már látta. Mit jelent? Pásztort jelent. Kevin atya a pásztor. Mintha minden nyom hozzá vezetne. Tudtál aludni? Igen. És most jó? Kapok levegőt. Egy újabb holttest? Igen. De most jó nyomon vagyunk, egy kuráta nevű hapsié. Az Astarte Club Oaklon közelében drogdílerek és bálványimádók ismert gyülekező helye. Jézusom! 24 órás megfigyelést kérek kurátára, és küldj valakit a klubba. Rendben. És állítsd rá a spiclidet, ki tudja? Drogot akar, és nekem már nincs. Nézd meg nálam.
Honnan tudtál a West Side-ról? Néha még hallgatni is tudok. Warhol kamu hírt hoztál? Nem. Csak fel akartam dobni. Hogy ne legyen útban. Még egyszer nem egy hülyét csinálni belőlem. Fel tudod fogni? Oké, oké. Esküszöm, egy kurva kukában találod magad. Higgadj le. Ki ez a kurátá nevű pasi? Nem tudom. Van egy klubja Oaklandban. A neve Astarte. Drogot nyomnak. Igen? És még? Nem tudom. Nincs róla semmi más? Nincs. Higgy nekem. Brian Wall cimborája. Úgy érted, Brian Wall szokta segbe kúrni. Semmi más nem tudsz az ügyről? Ővé a pálma, mi? Kenterbe verte a zsarokat, igaz? Ott voltál. Nem tudom. Annyira tele nyomtál drogokkal, hogy a nevemre sem emlékszem. Én nyomtalak tele. Hé! Hey. Mama! Hagyd ezt a szarozást! Gyerünk, elég a... Jézus Mária, Istenbert, a csövesek! A speciális rendőri egység 3 nyomozóból tevődik össze, mindegyikük felügyelői rangban áll. Mindannyian egy nyomozó csoportból jöttünk, minket választottak ki. Juliant én jelöltem, mert jól működünk együtt. Itt tilos a dohányzás. Ki dohányzik? Honnan tudták, hol találhatják meg Brian Wallt? Fülest kaptunk. Ki adta fel? Egy spicli. Ki? Nem tudom. Nem, és ki tudja? Banks-el a gyilkossági csoportban dolgoztam együtt. Áruljam el? Persze. Hát, ha megtudtam már abból a sok papírból. Ki mondta meg, hol van? A spiclim. Hogy hívják? Nagy a tapasztalatunk gyilkossági ügyekben. A narkotikum terén. Magunk választjuk ki az eseteinket. Addig hagyjuk a tetteseket, amíg elő nem kerítjük. Azaz minden eszközt felhasználnak a szent cél érdekében. Megmondom, ki az, ha maga is megmondja. Ne pimaszkodjon velem! Az én megszólításom felügyelő, vagy asszonyom. Én vezetem az én nyomozásomat, maga a magáét. Ezek rossz zsaruk, főnök. Egy sorozatgyilkos tombol az utcákon, és maga a legjobb csapatomat nyúzza. Ki itt a rossz zsaru? Sokat tudunk magáról, Billy. De nem tudnak eleget. Szeretném, ha arról beszélgetnénk, mi történt 93. március 17-én. Ez meg mi a frász? Vannak dolgok, amiket... Csak felkavarja a szart! Csak ne jó túlzásba vigye. Mondja el, mi történt 93. március 17-én, miután letette a lantot felügyelő? Mondja újra. Én hiszek a nemek közötti egyenjogúságban. Ha megüt, visszaütök. Oké. Most akkor beperel? Vagy csak feljelent? Nem. De szívem szerint lepafoznám. Ebből elég. Elment a józan eszünk. Kísértés volt. Kipenderítik a testülettől. Ezt nem fogja megúszni, Palmer. Még nem végeztem veled, te rigyó, te! Az enyém volt. Az enyém volt. Az enyém volt. Az enyém volt. Te egész kóser vagy. Ahhoz képest. Thank you.
Hé, Uzsis kislány. Miben segíthetek? Eljössz velem a tavaszi bálra. Várj. Persze. Szívesen. Klassz. Ez nagyon jó könyv. Igen. De az angol tanárom sohasem hallott róla. Jó, állami suli. Igen. Hát, szia. Szia. Vegyülj el a tömegbe, jó? Menj le a tömegbe, McHugh. Hogyan? Menj le a tömegbe, McHugh. Várj egy kicsit. Ki az a fickó a galérián? Nem tudom. Akkor mire vársz? Lám, lám, lám. A bukott angyalka játszani akar. Miért ülsz ide fenn? Azért, Szivi, mert enyém ez a csehó. Még sose jártál itt, mi? Miért? Mert annyira baró vagy, hogy emlékeznék a dögös kis seggedre. Ugye? Igazam van, vagy nincs igazam? Na és mihez lenne kedvem? Mihez lenne kedvem? Semmi. És nálad? Kurálta a tulaj. Még nem döntöttem el, mihez lenne kedve ma este. Mit szeretnél? Talán férfit, vagy nőt, vagy hüllőt. Vagy szónoka döntöttem. Baby, bennem mindezt meg lehet. Hol szerezted? Az akadémián találtam. Remek. Köszi. Bizony. Oh, visszajövök. De siess. Micsoda bula. Jézusom! Csak egy kicsit öreg hozzá. Valami? Semmi. A spiclét köpött? Na nem, folyton hajtál. Miért mondod ezt? Csak azért adta fel Brian volt, mert bosszút akart állni rajta. Tudod, hogy sitre vágják, vagy ilyesmi. Hát az biztos, hogy ez nem csak Antal. A vesztemben viszont igaza volt. Egy csomó dologban igaza volt. Valójában elég ijesztő, mennyire igaza van. Tudom, mi jár a fejedben, de nem. Ha túl gyakran van igaza, be kéne hoznod. Ha nincs igaza, mi hasznát vennénk? Tudom, milyen nehéz jó kislőre találni. McHugh, mi ez a zaj? Tárcsahang. Nem mehetek el, de nem is ülhetek itt egymagamban. Mi legyen? Hát, meghívtak egy buliba. Elmenjek? Minek nézel a pucinak? Te vagy a legdögösebb csaj a bárban. Jól van. Nézd, tartsd ott, amit csak lehet, jó? Rendben. A francba. Miri, mi a? Mi van? Az a csaj odaállt. Palmer felügyelő húga. Gyere! A barátnőd Azrael már rég fönn van. Úgy egy órája, és meg senki se ette meg. Kuráltál, meghív egy italra. A fenébe. Már épp ideje van. Rendeltem neked egy midorit. Én nem iszom.
Nem soká hazamegyek. Várjunk csak. Ti ketten feljöttök a kecomra. Nagy kádam van, fasz a házi mozi. Egy hétig lakhatnál ott, és nem is találkoznánk. Nem, köszi. Mi a fenétől félsz? Nem mondtam, hogy félek, de nem megyek. Ideje tiszteletet tanúsítanod. Ha nálam is ezt a pökhendi rinyálást csinálod, pofán vágnak. Komolyan szent, nyugi. Te velem jössz, és te is. Húzzunk el innen. Hé, ide nem jöhet föl. Nem balhézok zsarukkal. Szent, ez a tiéd? Nem én kértem. Tűnés. Most belecsaptál a lecsóba. Ajjaj, baszom a lássa. Magánügyben vagyok itt, a húgomért jöttem. Szent Palmer. Te vagy a híres Billy Palmer, aki megölte Brian Wallot. Hű, kurva nagy ész. Évek óta enyém ez a klub, és nincs bajom a törvénnyel. Hogy ne lenne? Hány éves vagy, Azrael? 17. Gyerünk. Rimansz. Hey! Várj egy kicsit! Menjünk, ne válaszolj neki! Szent, bocs, ha bunkó voltam, ne haragudj! Rendítsek, nem akartalak megbántani. Elnézést kérek! Mi van, Szívi? Mit akarsz? Lelőnél egy csomó ember szeme láttára? Billy, ne! Ne! Tedd el! Tedd már, oké? Mit művelsz? Most kezdtük jól érezni magunkat. Vigyázz! Na gyertek, menjünk be! Mi a nyavaját kerestél ott, Szent? Billy, mit csináltál volna vele? Szent, van róla fogalmad, milyen veszélyes az a fickó? Egy gyilkosság gyanúsítottja. Ne haragudj. Csak szórakozni akartam, nem tudtam. Hirtelen elkezdtem félni. Nem kell félned. Én csak... Ígérd meg, hogy soha többé nem mész abba a klubba. Megígérem. Nagyon divatosnak látszol. Hát, eléggé sirály a szerelés. Nézd, egy ideig nem mehetsz sehová, oké? Oké. Igen? Lerázta meg Hugh-t. Hogyan? A lány visszament a klubba, és... Nem tudom, a pasas hirtelen nem volt ott. Holt biztos, hogy elment? Persze, átfésültük a házat. És a kocsia? A kocsia ott van még? Igen, a kocsi még ott van, de ő nincs. Francba. Tudom. Jól van, megyek a templomba.
Igen. Thanks. Elkaptad? Ő kap fel a titkárnőt. Ne mondd, hogy halott. Legyen elhúgy. Benne leszünk a tévébe. Kérem! Utat kérünk! Palmer nyomozó, igaz, hogy maga vezeti az ékírásos gyilkos utáni nyomozást? Elnézést! Hány ember tölt meg az ékírásos? Túl sokat. Felügyelő, igaz, hogy ok nélkül lábon lőtt valakit? Ezért még fizetni fog! Oho, ez az én asztalom, kérdezzenek! Vigyázz, hova lépsz! Mi áll rajta? Nem tudom, ez mit jelent. Ezt el tudom olvasni. Nagyon egyszerű. 4-et jelent. Ez meg 16-ot. 4 volt, 16 jön. Hol van Kurata? Most már otthon, ugye egy órája ért haza. Jó, hívd vissza az összes embered róla. Mi? Azt hittem, őt gyanúsítod. És személyesen akarom elkapni. A gyilkosság miatt, vagy azért, ami a klubnál történt? Le kell állítani, és nagyon szorít az idő. Ez a pasas nem a levegőbe beszél, naponta egy. Ez a beteges, kibaszott pöcs minket tekint a közönségének. Semmink sincs Kurata ellen. Mindenki másnál jobban illik rá a tettes jellemrajza. A magáé ráillik. De vajon az enyém is? Atyám, ön nyilván jól ismeri a Szentírást. Van egy általam ismeretlen parancsolat? Ami azt mondja ki, hogy hazudni is szabad, ha a gyónási titok védelméről van szó. Felügyelő. A titkos alagút. Jártam benne, és a gyilkosunk is. Ah. Nos, sejtettem, hogy megtalálja. Mire szolgál? Egy prior építette, aki a házban lakott, és a házat kötötte össze a neje sírjával. A sírt azóta már benőtték a folyondárok, a keleti erdőben fekszik. Ki tud még róla? Senki. Nem szerepel a régi alaprajzokon. Valójában véletlenül találtunk rá, úgy 30 éve. Hogy szerezte a heget, atyám? Billy? Hagyjon. Válaszoljon. Egy nő vágott meg. Miért? Azért, mert meg akartam menteni. Mitől? A bűntől. Vannak dolgok, amiket nem szívesen teregetnék ki. Amiket szívesen elfelejtenék, de nem tudok. Nem szabad. És nem beszélem meg magával. Mit tud mondani Kurátáról, akit hajdanán kiközösített? Úgy vélem, az a helyes, ha nem beszélek azokról, akiket én közösítettem ki. Próbálja meggyőzni, mert ennyire vagyok tőle, hogy vádat emeljek ellene. Atyám, én sajnálom. Tudja, mit kell tennie? Sejtelmem sincs. Nos, távol kell tartani a nőt. Nem látom be, hogy lenne ez lehetséges most, hogy már tudja. Magának is megvan a maga dolga. És megvan nekem is. Arra kérem, maradjon itt. Mennyi ideig tart? Nem tudom. Hallgasson zenét, vagy akarni. Ez a húgomé. Hogyne. Állj, ez itt egy magánklub. Hová szívottál fel tegnap éjjel? Tegnap éjjel?
Szülinapi buli volt, úgy van. És ott hallottam a friss híreket, hogy az ékírásos gyilkos megint lecsapott. Van, mit csinálod? Van valaki, aki tanúsíthatja, hogy ott voltál ezzel a bulin? Mindössze cirka 120 ember. Az én bulim volt. Lenn a mézan zsákban. Sok boldogságot. Mi ez? Úgy tűnik, óvatlan voltál, töké. Ez egy baromság. Mi van? Az új lenyomatom egy zacskó hernyón, ettől te sem leszel boldogabb. Egy perc és kiengednek. Dispatcher, itt a különleges nyomozócsoport. 911, 1028, Sierra, 912, Mary 4. Mivel a sofőrnél nincs jogosítvány, át kell kutatnom a járművét. Úgy sem ér el semmi. Pufa be! Vettem Sierra 912. Állj! Szóljon be, mielőtt megjönnek. Kösz, atyám. Épp időben. Ő a fő gyanúsított? Megvolt az indítéka. Nyíltan bosszút hirdetett a Szent Rita ellen. Hány éve volt ez? Nincs alibi a gyilkosságok idejére. Van egy süket papom, az kikészít. A Habsitól a szőr is feláll a hátamon. Ő lesz az emberünk. Melegen ajánlom, hogy úgy legyen. Mit találtatok nála? Egy frászt. Szeplőtlen? Nem. Van egy kis drogja, meg pár házi pornója, de semmi komoly. Jesszus, remélem nem fogtunk mellé. Hogy akarja kezelni? Csak ne rögzítsenek semmit. Mit fog csinálni? Ha tudnám, főnök, megpróbálnám lebeszélni róla. 50-ben, hogy cikizi. Állom. Erre nincs szükség, ugye? Vedd le a ruhád. A kurva anyád. Vedd le a ruháidat. Nem. Vedd le a ruhádat. Rajta. Ülj le. Nem komálod az erős nőket, igaz? Meg akarsz kúrni? Nem akarlak megkúrni. Nem? Nem akarsz engem megkúrni? De. Mi az, hogy de? De meg akarlak kúrni. Nem mozgok. De hát te nem is vagy kemény. Tessék. Csak egy percet adj. Hogy akarsz így megkúrni? Csak egy kis idő kell hozzá. Gyere, állítsd fel. Mi van veled, te szemét, köcsög? Gyerünk, állítsd fel! Merev farkat akarok! Miért csinálod ezt velem? Nem hagyhatlak futni, túl messzire mentünk. Ne! Kérlek! Biztos beköpöd majd valakinek. Nem köpöm be senkinek! Kérlek! Miért hagynám, hogy hazasétálj? Mert kurvára nem követtem el semmit! Jól van. Na jó. De akkor jó kisfiúnak kell lenned, és DNS mintát kell adnod a rendőrbácsinak. Hm? Rendben. Igen. Rohadt kurva.
Végzetes pszichikai perverzió a legmagasabb fokon. Undót, hajszálat és bőrmintát akarok. Ő a tettes? Nem. Mindent elkövettem, hogy beindítsam, és kiderüljön, hogy elmebeteg sorozatgyilkos. Mi a frászt jelent ez? Ha ő, az megölt volna, és feláll a farka. Megjátszhatta. Nem. Túl nagy színész lenne. Mint maga? Elmegyek egy süket papírt. Figyeljük. Be akarom hozni. Nem. Pihenjen. Ez parancs. Túl nagy lármát. Itt vannak a kölykök. Tudjira, fiúk vagy lányok? Hé, hey, a szobádba! Két ribanc. Mindkettő jobb csaj, mint lenni kéne. Úgyis felcsinálják őket. Igazán. Gyere, ott kúrjunk. Jesszus, azzal meg mit akarsz? Nem mozdulj, vagy őt is megölöm. Kérem, ne bántsa a húgom. Egy pisszenés se jöjjön ki a szádon. Semmi baj! Billy! Csak engem néz!
Szent. Szent, bejöhetek? Igen. Nincs semmi vész. Nem esik bajod, megvédelek. Billy, mégis miről beszélsz? Semmiről. Csak itt szeretnék maradni, rendben? Nem. Léci. Nézd, ez már nem mehet így tovább. Tudnom kell, hogy nem eshet bajod. Billy. Nem eshet bajom. Mostanában sokat beszélgetek Tommal a szünetben. Az apja erőlteti, hogy sportoljon, de ő újságíró szeretne lenni. Azon merengek, mennyire szeretnék randizni vele. És mennyire furcsa lenne, tekintve, hogy milyen vagyok. Mikor felszedtél, tényleg ki voltam akadva. Nem tudtam aludni. És állandóan csak arra gondolok, milyen beteg vagyok ettől az egésztől. Hogy mennyire elegem van mindenből. Megkértem, hogy vigyen el a bálba. Egyenesen. Tényleg? És mit mondott? Szerinted mit mondhatott? Palmer vagyok a szentség itt. Én folyton csak ámulok rajtad. Véletlenül jelen voltam egy balesetnél. De nem szenvedhetek miatta. Ahogyan te sem. Annyira szeretlek téged. És annyira sajnálom, hogy nem voltam ott veled. Én csak nem is tudom, hogyan. Sajnálom. Igen, tudom. Kölcsön vettem a ruhád. A tiéd lehet. Akár az egész ruhatárom. Igazi szívtipró lettél. Hát, csak egy szívet akarok. És azt se tipornám meg. El sem mondhatom, mennyire boldoggá tettél, de komolyan. Átalakítod a szobád? Azért még nem leszek Britney Spears rajongó, ahhoz még hűlnöm kéne. Lesz rá időd. Ez mi? A busz. A busz? Igen, Azrael megorrolt rám, ezért most busszal megyek. Na, rohanok, szia. Jól van, érezd jól magad. Busszal. Ez az utolsó. És nem is lesz több, szóval ki vele? Még nincs meg a hapsi. De tudsz valamit, ugye? Talán segíthetek. Igen, nos? Hiszel nekem? Meghallgatlak. És ha nyerő? Szerzek még. Úgy hallottam. Valaki a pap fülére utazik. Kevin atyáira? A Szent Rita papjára. Ki mondta? Nem mondom meg. Most meg akarsz fenyíteni? Honnan van ez a név? Domcsíznak, én meg fülelek! Kik? Csövesek? Azt hiszed, sokkal jobb vagy. Mi egyformák vagyunk, csak te nem vallod be! Inkább dögöljek meg. Most egy hétig bűzleni fog a kezem.
Azt mondod, a papa következő? Igen. Vagy lehet, hogy csak kitaláltam. Felnéztem és megláttalak. Ott és van a folyosó végén. De valójában nem őt akartam nézni. Rád kacsintottam, mert tényleg érdekeltél. De azt hiszem, nem vagyok biztos benne, de szerintem a lány azt hitte, őt bámulom. Szóval odajött a meccs után, rögtön utána, és Sandra Palmer? Igen, én vagyok. A nővére látni akarja. Rendben. És csak úgy elmész vele? Nem ez az első eset, hogy zsaruk visznek el a suliból. Van valami, amit eltitkolsz? A nővérem zsaru. Sokat dolgozik. Általában fontos a dolga. Szent, hívj fel a mobilon, ha odaértél, ahová mész. Hamis jelvény. Azt mondta valaki, a pap fülét akarja elkapni. Ezek szerint Kevin atya a következő. Nem. Meg kell védenünk. Jó, jó, persze, de maga említett valamit arról a titkárnőről. Margaretről. Igen, maga úgy utalt rá, mint Kevin atya fülére. Csak maga nevezte így. Vagy mások is beszélnek így róla? Mind, aki ismeri Kevin atyát. Ha ez komoly nyom, ez a spicli érdekes lehet. Be kell hoznunk. Tudja, tényleg Fülep mondott? Azt mondta, hogy a pap fülére utaznak. Igen, oké. Keresd meg. Kevin atyáról jut eszembe, miért hazudott nekem? Tessék. Erről a szimbólumról azt mondta, hogy pásztort jelent. A pásztort és anyáját? Így van, csak ez a pásztor ezen a képen volt itt, ahol a szimbólum nem látható. A szimbólum a Morrison ügynél bukkant fel. És halványan úgy rémlik, hogy Kevin atya szerint azt jelenti apa. Igaza van. Az én hibám. Mondtam, hogy nem vagyok a régi. Kevin atya a szakértő. Nem papi értelemben atya, hanem apa és fia. Kevin atya fia a tettes. Várjon, hiszen maga egy pap hírnevéről beszél. Én arról beszélek, hogy hívja fel a Vatikánt, nyálazzanak át mindent, és mondják meg, van-e Kevin atyának fia. Nyomban, vagy ráállítom Banks-et. Egy vatikáni hívást inkább egyedül intéznék. Jó. Billy, figyelj ide, lehet, hogy zsákutca. Lehet, hogy az emberem tévedett volt illetően. Nem tévedett, mikor ezeket mondja. Ez valami látnok? Nem, ő csak bekattan, de tudja, mi az ábra. Palmer felügyelő, a hármason egy Tom nevű fiú keresi, azt hiszem magánügyben. Azt mondja, ismeri a húgát. Kapcsolja! Billy Palmer. Palmer felügyelő? Itt Tom Stewart. Nos, én Szent barátja vagyok. Ő is ott van? Nincs, miért? Mondtam, hogy hívjon, ha odaér, ahová indul. De nem hívott. Kicsit betoltam. Tom, nem értem, miről beszél. Nem küldött érte egy hekust, hogy elvigye a suliból? Tom, én nem hívattam el Szentet a suliból. Valójában ezt szerettem volna tudni. Az autó, amibe beszállt, nem tűnt járőrkocsinak. Megvan a rendszáma. Átadom a kagylót Willis nyomozónak, ő felveszi a vallomásodat. Pillanat. Willis, itt Billy. Mindjárt kapsz egy rendszámot, azonnal futtasd le. Billy, mi? Megvan Brian Wall, és egy kis csaj is van vele. Add le minden járőrnek, hogy kerítsék elő a húgomat. Billy! Tudod, milyen hamar elborít a tűz? Egy villanás. Ne aggódj. A nővéred okos lány. El fog jönni, érted? És mi éppen ezt akarjuk. Igaz? Épp időben. Jól vagy, Szent? Tudtam, hogy látni szeretnéd, ezért nem kezdtem el nélküled. Fegyvert le!
dobd el a fegyvert! Kezet a hát mögé! Kezet a hát mögé! Tudtad, hogy van társa? A társa is dobja el a fegyvert. Nem mondjam többször, gyerünk! Gyerünk letenni! Gyerünk! Letenni! Minden rendben? Igen. Szabad vagy. Többé nem kell pisztolyjal a párnád alatt aludnod. Ott voltál velem. Akkor most bevészlek a kórházba, rendben? Nem, jól vagyok. Jól vagyok. Akkor... Vigyázni fogsz rá? Persze. Jól vagyok. Szükséged lenne még valamire? Mondjuk rá. Igen? Teszem, amit mondtál. A titkárnőt figyelem. És? Úgy tűnik, a sejtésed bejött. Gondoltam, te is itt akarsz lenni. Hol találok? Colorado és 5. Mikor érsz ide? Hagyj üzenetet.
A Colorado és az ötödik sarka. Végre szerencsénk lehet. Még semmi. Bemenjünk? 5 perc múlva gyere. Hívjatok egy mentőt, még életben van! Amint valaki túléli, más lesz a helyzet. Igen. Elkezd beszélni és emlékezni. Rendben. Most bemehettek hozzá. Oké. Hadd beszéljek vele egyedül, jó? Rendítsek. Felkettek a bátyja volt. Nem láttam az arcát. Ez minden? Nem Kevin atya volt. Ha ő lett volna, felismerem. Maga nagyon szereti Kevin atyát, ugye? Én már 5 éve ott dolgozom nála. Előtte nem volt semmi. De mi az, ami fontosabb? Kevin atya élete, vagy az állás? Kevin atya? Igen. Tudja, én is rengeteget aggódom a húgomért. A húgáért? Igen. De ma éjjel képesek voltunk segíteni rajtam. Én meg a társam, és magán is. Mármint szinte hihetetlen ez az este. Úgy érzem, végre előzhetem a démonokat. Most itt a lehetőség, hogy maga is segítsen azon, akit a legjobban szeret. Egyszer azt mondtam, hogy nem adhatok az ön szavára. Tévedtem. Nincs semmi más, amire adhatnék. Egy titok rejtőzik a Szent Ritában. Eddig nem beszélhettem róla. Értem. A minisztráns fiú. Az ördögi mádó. Kuráta. Megtudta a titkot, mikor minisztrált. Harmincöt esztendeje. Van egy fia. Az anyja vágta meg az arcát. Megtébolyult. Azt akarta, hogy ne legyek pap. És aztán? Aztán kést szegezett a fiú torkának. Megállítottam. Mi történt a gyerekkel? Mennie kellett, elküldtem a helyi árvaházba. De hol lehet most? Nos, ez itt a fő kérdés, ugye? Hagyta, hogy 4 ember meghalljon, mielőtt ezt elmondta. Hogy ne derüljön fény a fogadalom szegésére. Ne aggódjon. Már nem sokáig rontom itt a levegőt. Megmérgezte magát.
Jó, jöjjön. Küldjenek ide egy mentő. Majd én segítek. Most! Óvatosan. Üljön le. Könnyítsen a lelkén. Hogyha nem tudják megfékezni, nekem kell. A fia, ő csinálta az egészet. Azt hiszem, kezdettől sejtettem. Tudják, az anyja meg akarta ölni. Az apja szégyenkezve a létezésén kitaszította. Találkozott vele? Nem. Tartson még ki. Tudják, ha én nem vagyok, többé nincs oka gyilkolni. De ő tudta, hogy csak úgy tudnám megakadályozni a tetteit. Ha rettentő bűnt vennék magamra. A lelkem már elveszett. De amikor Isten megítél engem, kérni fogom, hogy kímélje meg a fiamét. Hagyják a mentőt. Küldjék a halott kémet. Azt mondtad, a spiclét beszélt a helyi árvaházról. Azt mondta, a helyi árvaházban nőtt fel. Be kell hoznod, ez parancs, Julian. Jól van, jól van. Csak bízd rám. Jó, itt maradok és várom a hívásodat. A fenébe, hernyó kéne, de kifogytam. Oda szólok a narkóra, van ott egy pasi, aki elintézi. Jó tippet adtam? Te vagy Kevin atya fia, ugye? Jézus. Sok embert megöltél. Hogy találtad ki? Kijátszottál. És most beviszlek. Előbb megölhetem. Nem. Te is lőttél le embereket. Az se jobb ennél. Én bűnözőkre vadászok. Ő ártatlan. Ártatlan? Ártatlan lenne? Egy ketrecbe zárva tartott! Kétszer próbált megfojtani. Anyu mentett meg. Addig pusztította a testét és a lelkét a szemem láttára, amíg végül nem végzett vele. Kínzásokkal gyötört. Nem bírom a kint. De akiket te gyilkoltál meg? Ők hogy kerültek a képbe? Te! Te küldtél Brian Wall után. Elment a templomba, ahol apám a pap. És megint láttam őt, először oly sok év után. Attól pörögtem be teljesen. Te voltál. Te csináltad. Akkor is beviszlek. Bryson. A halottak. Ennek véget kell vetni. És véget is ér. Most. Már is. Julian. Mit akarsz tenni? Billy. Yeah.
Semmi sem biztos. Én... Én nem tudom. Úgy jöttem ide. Nem is létezik, ugye? Bryson. Én megfékeztem Brysont. Az te vagy. Jézusom. Megfékeztem. Magyar hangok. Orosz Anna, Stól András, Revicki Gábor, Barbinek Péter, Kristóf Tibor, Bedefazekas Szabolcs, Csandor Kata, Bókai Mária, Schneider Zoltán, Várdai Zoltán, Kardos Gábor, Király Attila, Cető Zsanett, Talmács Márti. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök Tőkés Bálint, vágó Bárány György, gyártásvezető Czobor Éva, szinkronrendező Kozma Attila. A szinkront a Kozma Film készítette.